Megtartotta az idei tanév első foglalkozását a Dériné Művelődési Központ és Városi Könyvtár gyermekszínjátszó szakköre, a Kunkuckó. Szabó Péterné, a foglalkozások vezetője riporterünknek elmondta, hogy kevés ilyen lehetőség van a városban, ahol a gyerekek kötetlenül a tanulmányoktól függetlenül szórakozhatnak és ismerkedhetnek. Hozzátette, a lényeg, hogy itt együtt vannak a gyerekek és jól érzik magukat. Mindenki részt vehet ezen a szakkörön. Azért is jó, mert igazából ez egy pedagógiai cél és egy pedagógiai technika, ahogy a gyerekekkel a gyermekszínjátszás foglalkozik, és ezeken a foglalkozásokon önismereti óra van, beszédtechnika van, egy kicsit az önkifejezésre is tesszük a hangsúlyt, a társismeretre. Aki kevésbé szeret szerepelni, azt is megteheti, hogy egy kicsit háttérbe marad. Hát, de a többsége, azt kell mondanom, hogy nagyon extrovertált, inkább szeret a színpadon jelen lenni, és tud is. És hát velük sem egyszerű, mert őt meg akkor mindenki főszereplő akar lenni, de hosszú, tehát ez egy nagy munka, hogy amíg egy kis 15-20 fős csoportból egy csapatot építek. A drámapedagógust a foglalkozások felépítéséről is kérdeztük. Szabó Péterné elmondta, hogy minden alkalom kis mozaikokból épül fel. Elsőként egy kis bemelegítéssel kezdenek, helyzetgyakorlatokat és mozgástoppos játékokat végeznek el, és utána következnek a főbb elemei a foglalkozásoknak. Utána általában van egy olyan része, ami a mimetikus játékokra épít, amikor még nem kell megszólalni, aztán utána van a beszédre késztető rész, beszédtechnika, amikor nyelvtörőkkel és minden egyébbel is foglalkozunk, közös vers tanulással, utána vannak olyan részek, amikor párban dolgoznak a gyerekek, és már a fantáziájukat is elő kell venni, tudják már azokat a vezényszavakat, hogy mi az, hogy rendezői jobb és rendezői bal, és hova kell nézni, és miért kell odafigyelni, és utána pedig a leges legvégén, amit a legjobban szeretnek, az az improvizációs rész, ami azért egy irányított improvizáció általam irányítva, tehát azt mondom, hogy milyen karakternek a bőrébe kell bújni, hogyan kell azt körülbelül eljátszani, és mindezeket követi egy-egy olyan megbeszélés, amiből tanulunk egymástól. Tehát minden általános iskolás, felső tagozatos diák előtt nyitva áll a kapu. Mindenkit szeretettel vár a Kunkuckó gyermekszínjátszó csoport. Aki kedvet kapott ahhoz, hogy csatlakozzon a kis csoporthoz, az jelezze csatlakozási szándékát Szabó Péterné drámapedagógusnak.